Barű László az első vendégünk, tehát ma reggel jó reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánunk, és itt van velünk vendégkérdezőnk is, Gyükeri Mercedes, a HVG.hu újságírója. Jó reggelt, szia! Jó a kérdés. Jó reggelt! Tegnap ugye eléggé kiábrándító számokat közölt a KSH magyar gazdaság helyzetéről. Ugye azt látjuk, hogy negyedik-negyedével csökken a magyar gazdaság, illetve hogy éves alapon is azért még egy 2,3%-os csökkenés szenvedett el. Ehhez képest Parag László, a kamara elnöke egy interjúban azt mondta, idézem, ez egy alkalmazkodási szakasz, amelyre túlföldött gazdaságban egyenesen szükség van. Ön is így látja, hogy szükség van erre a recesszióra? Hát én úgy gondolom, hogy alapvetően nincs oka meglepetően meglepődésre, hiszen olyan rossz gazdasági döntéseket hoztak, aminek ez a következménye. Ráadásul ki kell, hogy mondjuk, hogy a Fidesz tulajdonképpen ezt akarta, hogy így legyen, hiszen felelőtlen döntéseket hozott korábban, aminek a következménye az orbáni infláció, és annak megállítása érdekében kell lépéseket tenni. És eh, eh, ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, ahhoz elsősorban a fogyasztást kell csökkenteni. Erről döntött a Fidesz leállította a beruházásokat, a nyugdíjasokra, a családokra terhelte az inflációt és annak következményeit, és a Magyar Nemzeti Bank a rettenetesen megemelt kamatokkal lényegében a gazdaságból kivonta a pénzt, és ezzel előállította ezt a helyzetet. Hogy a Parag László mindezt az arcába vágja az embereknek, azt én elfogadhatatlan és pofátlanságnak tartom, de ez nem mentesít attól, hogy megmondjam, hogy igen, ezt a helyzetet az Orbán kormány idézte elő, és ők tették velünk ezt. Tönkretették Magyarországot. Most, hogyha ez ennyire szükségszerű volt, ahogy például Parra László fogalmaz, akkor és tudatos, ahogy azt önök is látják, és vélhetően a szavaiból ez egyébként ki is cseng, hogy ők ezzel esetleg számoltak, hogyha ez ennyire tudatos volt, akkor abban is kell, hogy legyen egy feltételezett tudatosság, hogy hogyan lehet ebből majd kijönni tudnak-e ebben nekik segíteni, vagy mondjuk ez egy előszele annak, hogy a következő mondjuk nagyságrendileg két éves építkezés hogyan és miként fog alakulni majd a kormány részéről? Gondolok itt ugye az elkövetkezendő választási időszak és időszakokra. Én tíz évig uránbányász voltam, ott dolgoztam, hogyha valaki ilyen ócska munkát végzett, mint ez a kormány és itt ezek a miniszterek, akkor ott két dolgot csináltak. Először megmutatták a csákányt, hogy hogyan kell használni, utána pedig jó hátba várták a feszkével, hogyha továbbra is ezt ilyen módon folytatta. Én azt gondolom, hogy ennek a kormánynak mennie kell. Tönkretette az országot, ma is az Európai Unióhoz képest, ahol növekedés van, ahhoz képest itt negyedik negyedéve, egy éve tartó recessziós helyzetet állítottak elő, mint hogy az előbb megállapítottuk, szándékosan tették ezt, gyakorlatilag a hatalmuk megőrzése érdekében, és mindennek a terhét a családokra helyezték. Ez olyan, mint amikor valaki a családban van egy ostoba gyerek, aki ostoba döntéseket hoz, majd utána a család, mi közösen viseljük ennek a felelősségét. Ez ilyen szempontból azt gondolom, hogy elfogadhatatlan, és ezért mondom, hogy ennek a kormánynak be kell fejezni a munkáját. Hát lehetséges, hogy a családoknál, pontosabban a hasonlatoknál tartunk, hogy ez egyfajta siguró sáncon történő lendületvétel. Most vagyunk a sánc aljában, és innen lendületet véve majd szárnyalunk a második félében, hogy azt a kormányzati narratíva, ugye tegnap elhangzott, mondta. Tekintsük ezt szárnyalásnak, csak tudja, nem mindegy, hogy valaki ezt a lendületet úgy tudja venni, hogy előtte, ugye néhány hónappal ezelőtt, vagy még annyi sincs, láttuk azt, hogy milliárdos osztalékot vesznek föl a jól lakott kapitalista oligarchák, a feleségeik, a nekik a százmilliós osztalék jut, egészen más onnét elviselni azt az éves, szerintem 20%-os inflációt, ami ebben az évben van, mint egyébként a Mondjuk akkor ne a 100 ezer forintos nyugdíjas létéről beszéljek csak. De már 8%-kal csökkent az infláció, ez a másik tegnapi jó hír, ugye? Tehát a 25-öshez képest már csak 17, ez is egy. Ugye? És akkor most nekem ennek örülnék kéne, de én ezt nem. nem teszem, hanem éppen ellenkezőjét, hogy igenis. Itt azokat a lépéseket, amelyeket a kormány megtet, megtesz annak érdekében, hogy az infláció csökkenjen, azt én gyakorlatilag nagyon kevésnek tartom. Itt az embereket tönkretették, lényegében elmaradtak, minden terhet a családokra helyeztek, és az orbáni inflációt szenvedjük itt mindannyian. Mit gondol, mik lesznek a következő lépések? Tehát, hogy ahhoz, hogy tényleg erről a sísáncról ellendüljünk, azért valamit tenni kell. Ugye elképzelhető az, hogy elengedik a hiányt, elképzelhető az, hogy megszorítások következnek, és ugye van egy harmadik lehetőség, hogy igyekeznek, vagy törekszenek arra, hogy minden áron minél hamarabb ennyi, egyezenek meg az Európai Unióval. Melyik utat látja reálisnak? Ja, a korábbi kérdésre is ahhoz is egy kicsit kapcsolódik ez, hiszen a teendőket nézve az egészen biztos, hogy egy új költségvetésre van szükség. Az idei évet úgy próbálták megúszni, hogy csak egy tételt említsek, hiszen a Magyar Nemzeti Banknál keletkezett adósság, és annak csak egy töredékét sem tudták az idei évben megoldani, hanem azt is áttolták a jövő évre. A tanárok béremelését, ami szükségszerű, ők is viselik a terheit, és azért nem kapnak, mert egyébként a kormány ilyen politikát folytat, az áttolták valamilyen időre, de most már azt kell, hogy mondjuk akkor, hogy a jövő évre. Ha ez így működik, akkor egészen biztos, hogy a jövő évi költségvetésnek a háromszázalékos igénye, ami már tartandó lenne, azt nem fogják tudni tartani. Tehát egyik oldalról igen, a költségvetés, költségvetési hiány jelentős emelkedésével kell és lehet Jól értem, számolni. akkor már a jövő évben is? Nem már a jövő ég. évben is. Én azt gondolom, hogy jövő évben is. Az idei problémák egy jelentős részét áttolják oda. Így próbálnak életben maradni, és kezelni a meglévő helyzetet, de ugye sok minden problémát okoz ez a kezelés, hiszen az árfolyamot most még nem is említettük, arról még nem beszéltünk. De a, a önmagában az a felelőtlenség, amit elvégeztek, vagy amit csinálnak, annak következménye, hogy a Magyarország gazdasági növekedéséhez szükséges, vagy eddig jól fel, eddig felhasznált, nem mondjam azt, hogy jól felhasznált, felhasznált Európai Uniós források, most látszik, hogy mennyire hiányoznak. Korábban azt kellett hallgatnunk, hogy micsoda növekedést tud ez a kormány generálni, pontosan tudjuk, akkor is a számítások megmutatták, 3-4 százalékot ebből az Európai Uniós források biztosítanak. Ez hiányzik, ez mivel ez nincs, ezért most nulla a növekedés, sőt az idei évre ezek az adatok most azt hozzák magukkal, hogy az idei évben a recesszióval kell számolnunk, most már negyedik év. Negyedik, ha recesszióról negyed... beszélünk, akkor általában ez egy olyan esemény, ami rohan korábbi események után, most több összetevős volt a jelenlegi helyzet. Például a mezőgazdaság helyzetét is ide sorolják, ami azért egy kicsit tudott ugyan erősödni, de nem olyan mértékben, hogy ez a GDP száma jó például szemmel jól látható eredményt szüljön. Viszont, hogyha az idei helyzetet nézzük, ami ugye már hatni fog a jövő évi eredményekre, akkor milyen változás? lehetnek, és van-e például a mezőgazdaság egy olyan erős ágazat, hogy elbírja a hátán a teljes magyar gazdaságot, vagy legalábbis annak egy jelentős részét? Ugye a részletes adatok azok még jönnek majd a KSH-tól, és akkor látunk pontosan ebben a helyzetben, de már előtte nyugodtan lehet mondani azt, hogy mivel a mezőgazdaságban nem tettek olyan lépéseket, amelyek azt, elő, azt megelőznék, hogy ne az időjárástól függjön csak minden, hogy egy példát mondjak, annak a megfelelő öntöző rendszernek a kiépítése, ami ezt az időjárási viszonyokat, amelyek most vannak, ezt valamilyen módon ellensúlyozni tudja, és például a tavalyi asszály, óriási asszályt mérsékelni tudta volna, itt azzal, hogy gyakorlatilag alig ezer hektáros öntözési felület van, az ennek sokszorosa helyett, azt gondolom, hogy ilyen a mezőgazdaság lényegében attól függ, hogy uh, milyen időszakot élünk meg, de most milyen időjárás időjárás Most talán egy kicsit, olyan volt, hogy kicsit jobb legyen. lesz, hogy, de hogy jövőre, azt ugye nem tudom megmondani, de azt látom, hogy nem tesznek semmit azért, hogy a mezőgazdaság ne legyen kiszolgáltatott, legfeljebb reménykedni lehet abban, hogy ne ilyen asszályos időszak legyen. De azért ugye a klímaváltozás, mint ahogy a tegnapi vihart is láttuk, ez nem attól függ, hogy mi mit remélünk, hanem megkövetkezik. azért mondjuk a gazdaságfejlesztési miniszter által tegnap felsorolt 14 pont, ami a gazdaságfejlesztését, a vállalkozások támogatását illeti, ebből a fele legalább arról szólt, hogy milyen segítséget kapnak ezer milliárdos összegben, akár a KKV-k, az energiafelhasználás tekintetében energiárak stopját vagy maximalizálását is itt említette a Széchenyi Kártya programot és egyebeket, ezek mennyire gondolja, hogy segíthetik majd a gazdaságfejlődésnek visszapattanását erről a mépotról? Kezdjük azt a részét, hogy a például a Széchenyi kártyának van egy 100 milliárdos bentragat, illetve tavaly év végén volt 100 milliárdos összege. Az, hogy ezt a kormány megpróbálja ilyen módon segíteni, ezt egyik oldalról szerintem fontos, mert tűnő nagy összegről van szó, másik oldalról pedig azt látom, hogy elismerése annak a szegénységnek, ami nyilvánvalóan bekövetkezett miatt az infláció miatt, és a Széchenyi kártyán meglévő zsebeket összevonva élelmiszer vásárlásra a tisztatja az embereket, hogy arra nyugodtan használják fel, ha már úgy sem tudtak elmenni, időni ebben a szegénységben. Tehát ilyen szempontból forrás, de olyan forrás, ami, ami a, amit az embereknek egyébként éppen a rekreációra és a további munkára való felkészülés. Inkább a KKV-nek nyújtott hitelezési segítségre gondolt, Ki? tehát ami, ami a vállalkozás fejlesztés szolgáltat, nem a fogyasztásra vonatkozik. A KKV-knál pedig én nagyon örülök annak, hogyha van egy 300 milliárdos alap, legyen, azt hívjuk akkor, bár a gyármentő programnak, vagy pedig másnak, de rögtön látok két dolgot egészen biztosan, hogy a, a listát még nem láttam pontosan, hogy kik kaptak ebből támogatást, de arról már tudunk, ugye olvashattuk, hogy Mészáros Lőrinc szége kapott ebből támogatást. Hurrá! Én is boldog vagyok tőle, de annál szomorúbb, hogy Újpesten például a amely hasonló helyzetben energiaigényes vállalatként működött, azt pedig nem hogy hagyták, hanem szándékosan hagyták és elődözve a befektetőt, egyébként csődbe ment, gyakorlatilag egy cég is a munkásait el kellett bocsájtani, és engem ez sokkal jobban zavar. Mert ezekért az emberekért nem csináltak semmit se. És a, a, mondhatnám, hogy bár ez nem Nagy Márton miniszterhez kapcsolódik, de tegnap egy olyan élményben volt részem, amiről azt, azt gondolom, hogy nyugodtan beszélhetek. Hiszen Kaposvár és Jófok között van egy vasútvonal, amit most éppen nem Lázár János, én most már úgy mondom, hogy leépítő és leállító miniszter, leállítja a vasútvonalat. Erre a vasútvonalra felszálltam. Ez egy kis piros vonat szerelvény, ami ott működik. A miniszter azt mondja, hogy nem használja senki, és nem hatékony. Na ehhez képest két kocsi volt ott tele tegnap, amit az emberek használnak, százezer embert érint, és elmondják ők, hogy egyébként ezzel megy be, mert nincs más eszköze, ezzel megy be a városba, orvoshoz, iskolába, ezzel járnak a gyerekek, dolgozni ezzel járnak az emberek. Na most odáig jutottak ebben a nagy gazdaságfejlesztésben és támogatásban, hogy ilyen vasútvonalat leállítanak, Kaposvár és Siófok között még egyszer hangsúlyozom, úgy, hogy másik ezelőtt fél évvel vagy egy évvel ezen a vonalon több állomást felép, felújítottak. Vadonat újnak kinéző, nagyon szép, például a Mernyei vasútállomás, az egy felújított vasútállomás, hogyha bemegy az utas váróba, akkor wifi szolgáltatást tud igénybe venni. Na most ezt, ezt állítják le, hát én tisztelettel azt javaslom, és azt kérem Lázár Jánostól, hogy hagyja békén a mernyeieket, és inkább mással foglalkozzanak. Ugye itt azért arról beszélünk, nyilván egy szimbolikus lépés a szárnyvonalak bezárása, de a Máv és a Volán. Együttese, azért kiválthatja ezt a vonatközlekedést. Mennyire látja annak jeleit, hogy mondjuk alternatívát kínálnak föl például a mernyeieknek? Hát nézze, most a tegnapi napból kiindulva, de ugye 10 vonalat augusztus 1 már bezártak, erről már döntött Lázár János, most készül arra, hogy további hetet, és ez is közöttük van, szeptember 1 le ezt is leállítsák. Én azt gondolom, én, a, én parlamenti képviselőként is azt fogom tenni, hogy igenis szólni fog és ott a parlamentben is e, meg fogom ezt tenni. Tegnap Dávid Ferenc kollégámmal e, jártuk ezt végig. De azt jelzem, hogy a helyi újságban egy szó nincsen erről, úgy, hogy az emberek nem tudnak ott róla e, semmit, úgy, hogy szeptember elsőjével pedig be akarják zárni. Tehát e, az, hogy esetleg keresnek valamilyen megoldást, de most azt nézem, hogy ez a vonal mellett lévő települések mellett jelentős számú, itt 20 települést érint, Andostól Mernyén át sok település van ott, ezeknek egy része az zsák település, azaz a busz csak úgy tud menni, hogy ilyen cikszakba szépen halad. A menetidő kétszeresére növekedik, így is Siófoktól Kaposvárig több mint három óra a menetidő. Lehet menni majd autóval, nem? És akkor lehet, hogy egy kicsit több bevétele is lesz majd a háztartásnak, lévén, hogy emelkedni fognak az útdíjak, mostanában amit 10 ezer forintos autópályadíjról lehet hallani, vagy azzal lehet kalkulálni. Nem lehet, hogy éppen ez a cél? Hát nem tudom, hogy ebben hogyan gondolkodnak, mert érzem benne az iróniát, de hát a, a dolog lényege az, hogy a tegnapi nap az őszintén szóval nagyon felháborított ebből a szempontból, és arra biztat, hogy nem más szempontokat vegyenek figyelembe az emberek ügyét, legyen az ember a sokkal fontosabb, és hozzák meg azokat a döntéseket, ami nekik segít, mert ez, amit most csinálnak, ez árt a mernyeieknek. Ari látható. köszönjük szépen, hogy itt volt ma reggel. Köszönöm köszönjük szépen Köszönjük szépen, és köszönjük a HVG újságírójának, Gyökeri Mercedesnek is, hogy itt volt velünk köszönjük, a reggel. Marci. Köszönjük,